Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a ünnepi alkalomra, hogy együtt lehetünk immár 30. alkalommal. Kedves államtitkár úr, kollégám, tisztelt elnök urak, és természetesen mindnyájan, akik érdekeltek, vagy érdeklődők a biogazdálkodással kapcsolatosan. Először is szeretnék gratulálni is a 30 évhez, hogy a 30 év alatt honnan, hová értünk. És ez a mai nap pontosan jó arra is, és én azt várom az előadóktól, hogy kapjunk egy olyan keresztmetszetet, hogy honnan is indultunk. Egyáltalán meggyökeresíteni azt a gondolatot, hogy a biogazdálkodásnak van súlya, van szerepe és van lehetősége Magyarországon. És hova jutottunk a 30 év alatt? És bizony nem árt kitekinteni arra, hogy hova szeretnénk az elkövetkező 10 év alatt, vagy akár lecsökkent 5 év alatt, milyen fejlődési irányok vannak. Mekkorát tudunk lépni előre a mostani talajfogásunk után, ahol éppen most vagyunk. Úgyhogy ez egy nagy felelősség, és nagyon szép munka, ami eddig történt. Úgyhogy kedves elnök úr, én nagy tisztelettel gratulálok mindahhoz a munkához, amit eddig elkövettetek, és azt remélem, hogy jó eséllyel és jó reménységgel tekinthetünk a jövőbe, hogy azt is fogjátok csinálni, hogy akkor, amikor a 40-en, 50-en találkozik ez a közösség, akkor büszkén és igazából sztoriként emlegethesse azokat a hős korszakokat, ami mondjuk az első 3 évtizedet jelentette. A Fölünsi tárca elkötelezett a biogazdálkodási forma elterjesztése mellett, és továbbra is mindent megtesz a hazai bioágazat erősödésének előmozdítása érdekében. Osztjuk azt a nézetet, hogy a jövőt a kemikáliákra építő iparszerű mezőgazdasággal szemben csak egy innovációkkal támogatott ökológiai gazdálkodást tudja biztosítani. Annál is inkább, mert a 21. században a természeti erőforrások megőrzése, a környezet védelme, a felelős fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése egymástól elválaszthatatlan, ki kell mondani, nemzetbiztonsági jelentőségű feladat. A magyar mezőgazdaság sikere az előttünk álló évtizedekben azon múlik, hogy tud-e alkalmazkodni a változó feltételeknek és meg tud-e felelni ezen új kihívásoknak. Nobel-díjas tudósunk Szent Györgyi Albert úgy fogalmaz, a természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, hogy milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg és hogyan használja fel erőit saját hasznára. És itt mindig ezen a saját hasznán van. Meddig használjuk föl a saját hasznára? Mikor tartjuk tiszteletben úgy a természetet, hogy neki is megadjuk azt, ami neki jár? Hogy azt az alapelvet mennyire szélesen tudjuk alkalmazni, hogy ezt a földet, a lehetőséget csak kölcsön kaptuk az unokáinktól. És ugye az a felelősség, hogy jobb állapotban, gazdagabban nyújtsuk majd át számukra. Ez egy nagyon nagy felelősség, és akkor, amikor sok vitát lefolytatunk, és politikai szintre keveredik a földbirtok méret és a művelési ágak, akkor csak azt kell mondjam önöknek, hogy a bérlő és a tulajdonos között mindig ezért van óriási különbség. Mert a tulajdonosnak hosszú távú szemlélete van, és neki meg kell őrizni azt a korlátos erőforrást, amit a termőföld jelent. A bérlő az mindig minél nagyobb hasznot ki akar venni. És az, hogy tápanyag utánpótlás is hasonló, az már elhanyagolható szempont. Ezért is van nagyon jelentőség annak, hogy hogyan lehet tulajdonost csinálni, tulajdonhoz juttatni a magyar parasságot, a magyar földműveseket, azért, hogy hosszú távon biztonságosan tudjanak gazdálkodni és megőrizni ezeket az erőforrásokat. A felmérések azt mutatják, hogy az élelmiszerek iránti igény folyamatosan növekszik. 2050-ben több mint 9 milliárd ember táplálását kell a világ mezőgazdaságának megoldani. Egyes prognózisok szerint csak a globális húsfogyasztás szintje 40%-kal nő 2025 és 30-ig. Ez a mai termelési szint további növelését igényli. Gondoljunk csak bele, hogy milyen terhelés jelent ez majd a talaj és a környezet számára. Az ökológiai gazdálkodás a külső erőforrások bevitele helyett a terméshozam és ellenálló képesség növelése érdekében a természet folyamatait engedi érvényesülni. Ez a gazdálkodási forma a munkaigényesek közé tartozik, ezért elterjedése jó hatással lenne a foglalkoztatásra is. A gazdasági lehetőségeken túlmenően felülmúlhatatlan előnye a hagyományos termeléssel szemben, hogy a szermaradványoktól mentes biotermékek fogyasztása jóval egészségesebb,
és a környezetre gyakorolt hatásai is kedvezőek. Megőrzi a talajtermékenységet, előnyösen hat a biológiai sokféleség fenntartására, és természetesen a vizeknek a minőségére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a fogyasztók elvárják, hogy a pénzükért minőségi élelmiszert kapjanak. Ennek eredményeképpen jól megfigyelhető, hogy világszerte folyamatosan emelkedik a biotermékek iránti kereslet. Az európai tendenciákkal ellentétben azonban hazánkban sajnos még mindig csak a mezőgazdasági területek 2,5%-án folyik ellenőrzött ökológiai gazdálkodás. Holott Magyarország kedvező klímája, jó minőségű termőföldje lehetővé tenni, hogy mesterséges szerek nélkül is kiváló élelmiszereket állítsunk elő. Követendő példa lehetne Ausztria, ahol az ökológiai terület részaránya 20% körül van. A mennyiségi növekedésen túl sokat javulhatna az ágazat jövedelmezősége azzal is, ha az alapanyagok feldolgozott formában értékesítenénk. Jelenleg mintegy 80-85%-ban alapanyagot exportálunk, míg a feldolgozott bioélelmiszerek 90%-át külföldre hozzuk be. Gondoljuk be, hogy mi történik. Gondoljuk végig, hogy mi történik. Végig küzdjük a legnehezebb folyamatokat, az időjárási kitettséget, a kockázatokat, mindent vállalunk, majd ezt a kiváló alapanyagot kivisszük külföldre, ott hozzáadott értékkel földolgozzák, majd visszahozzák, és mi jó drágán megveszik. Minden kockázatot mi vállalunk, és minden hasznot biztonsággal a feldolgozás az elvisz. Ezen nagyon sürgősen változtatnunk kell, ha hosszú távon a következő évtizedet akarjuk mondjuk meghatározni azt az irányt, ahova szeretnénk eljutni. Bár mint minden területen itt is nagy a verseny, de kedvezőek az export lehetőségek, és nagy potenciál rejlik még a hazai piacokban is. Előnyünkre szolgál, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság koncepciója az Magyarországon nagyon fontos, és alaptörvénybe is illesztett. További pozitív fejlemény, hogy szeptember 20-án életbe lépett a GMO-mentes termelés szabályait, valamint a GMO-mentes élelmiszer és takarmány előállítás és forgalmazás feltételeit meghatározó hazai rendelet is, és új önkéntes jelölés a vásárlók tájékozódását és GMO-mentes élelmiszerekhez való könnyebb hozzáférést is segíti. Tehát kialakult most már a védjegy, rövidesen mindenki találkozhat vele az üzletek polcain. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Földművési Tárca akciótervbe fogalmazta meg az elkövetkező időszak teendőit. Célok között szerepel, hogy a biogazdálkodásban van terület nagyságát a duplájára, 350 000 hektára, a bioalapanyagok felhasználását az óvodák, iskolák és egyéb szociális intézményekben pedig legalább 30%-ra kívánjuk növelni. Szeretnénk az ellenőrzött állatállományt is megkétszerezni a 0,3 állategység per hektár helyett. A célok közé tartozik az ökológiai gazdálkodásból származó termékek feldolgozottsági szintjének emelése, a biotermékek fogyasztásának népszerűsítése, a képzési, a kutatási fejlesztés és a szaktanácsi rendszer fejlesztése, amelyhez a 2014-20-as uniós költségvetési ciklusban az eddigieknél is jelentősebb források állnak mindjárt rendelkezésére. Olyan többfunkciós minőségi mezőgazdaságot szeretnénk, amely úgy állít elő értékes, egészséges és biztonságos élelmiszert, hogy közben óvja a talajt, az ivóvízbázist, az élővilágot, a tájat, és természetesen benne az embert, mi magunkat. A kitűzött célok megvalósításában feltétlenül számítunk az önök cselekvő részvételére. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, a Hazai Innovációk az Ökológiai Gazdálkodás Érdekében című konferencia valamennyi résztvevőinek hasznos és eredményes tanácskozást kívánok, és további kedvező évtizedeket a gazdálkodásukban. Hagyja Isten, hogy így legyen. Köszönöm szépen!